Magyarország és Bulgária szorosan együttműködik a kereszténység védelmében és egy új közép-európai együttműködés kialakítása érdekében. Ezt mondta az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, miután megbeszélést folytatott a bolgár miniszterelnök helyettessel, aki a Várnai csata 575. évfordulójára rendezett parlamenti konferencia alkalmából látogatott Magyarországra. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár pedig úgy fogalmazott, ma is óriási szükség van az összefogásra a balkáni térség nemzeteivel, hogy az Európai Unió teljes jogú tagállamokként kezelje ezeket az országokat. Az 1444-es Várnai csatában az első Ulászló és Hunyadi János vezette keresztény szövetséges hadsereg vereséget szenvedett a török seregtől. A bolgároknak és a magyaroknak egyaránt fontos történelmi esemény 575. évfordulója alkalmából tartotta konferenciát az országházban. Soltész Miklós nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az eseményen azt mondta, hogy ma is óriási szükség van a balkáni térség nemzeteivel való összefogásra, és arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagállamokként kezelje ezeket az országokat. Kérdés az, hogy az ő felelősségük mekkora egyik oldalról, hogy annak idején minket cserben hagytak, nem segítettek, és mekkora a felelősségük most, hogy annak a térségnek, amelyben mi élünk, akár a Balkán, akár Kelet-Európa, akár Közép-Európa, ez milyen segítséget és támogatást kap, hogy mindazt, amit elszenvedett a múltban, valamilyen módon helyrehozza. A konferencián részt vett Bulgária miniszterelnök helyettese is. Mariana Nikolova azt mondta, a konferencia is kifejezi, hogy Bulgária és Magyarország igyekszik megőrizni a kulturális identitását és hagyományait. 2018-ban Bulgária és Magyarország aláírt egy kulturális egyezményt, és bízom abban, hogy hasonlóra a jövőben is sor kerül, fogalmazott Mariana Nikolova. A bolgár miniszterelnök helyettes tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével is. Németh Zsolt az egyeztetés után arról beszélt, hogy annak idején a kereszténység védelme érdekében fogott össze a Magyar Királyság és Bulgária, és a két ország most is szorosan együttműködik ennek érdekében. A konferencián bejelentették, hogy novemberben Várnában kibővített hunyadi kiállítással és kétnyelvű emléktábla állítással tisztelegnek a magyar-bolgár együttműködés előtt.